Tisztelt polgármester úr, mi minden történt a héten? A héten talán a legfontosabb esemény az volt, hogy az önkormányzat ismételten egy újabb elismerő díjban részesült, méghozzá nem is akármilyenbe, hanem a Holnap városáért díjnak a három al kategóriájából a Zöld városért díjat kaptuk meg. Itt is látható ez a kis díj, amit megnyertünk. Azt mondták, mi nagyon büszkék vagyunk arra itt a 16. kerületben, hogy mi mindent csinálunk, mi tényleg a környezetvédelemért, a környezet tudatos nevelésért és minden egyéb dologért. És nagyon érdekes, hogy a független szakértők még mit látnak a mi pályázatunkban. Ugye leírtuk mi mindent, leírtuk a zöld hulladékgyűjtést, leírtuk a komposztáló programot, beleírtuk, hogy most indul ez a csapadék vízösszegyűjtő edények ingyenes átadása a lakosság részére, beleírtuk, hogy parkosítunk, játszótereket, mindent beleírtunk. Érdekes módon ők két dolgot emeltek ki ebből, vagy hármat. A legmeglepőbb számomra az volt, hogy azt mondták, hogy nyilván nekik azért nagyobb kitekintésük van, azt mondták, hogy bár amilyen szegény a kerületi önkormányzat, bár hát nem így mondták, hanem szebben, hogy amilyen szerény anyagi körülmények között van, vagy nem annyira jól elengedett, mint bármelyik másik budapesti kerület, ahhoz képest mennyi mindent költünk erre, és hogy a arányaiban milyen sokat foglalkozunk ezzel, illetve az óvodai és iskolai nevelés, környezettudatos nevelést emelték ki. Jó, persze ezen a területen is rengeteg mindent csinálunk. Ugye egyrészt van a környezetvédelmi verseny, ami mindig nagyon sok résztvevővel zajlik, és mindig nagy sikerű. Van ezen kívül ugye a Szeretjük a naplástavat programunk, most már második éve, amikor jönnek az óvodások, illetve az általános iskola alsó tagozatosok, és akkor a naplástói tagnösvényt megnézik, ott a mezőrök szoktak nekik segíteni, körbevezetni őket. Illetve hát most elindult ugye a iskolai meg óvodai szelektív hulladékgyűjtés, tehát hogy most már ott szelektíven tudják az iskolába, óvodába gyűjteni a gyerekek a PET-palackot, meg ugye a papírt. De mégis, amit még kiemeltek, az az, hogy tudatosan gondolunk arra, hogy a jövőben még kevesebb energiát használjunk fel, és ha lehet, akkor zöld energiát. Ugye csatlakozott a kerületi önkormányzat az élő bolygó pályázathoz, és nem csak egyszerűen csatlakoztunk, hanem nagyon sok, talán 10 vagy 12 pontban váló vállalásokat is tettünk. És ebből az egyik legfontosabb az, hogy minden új beruházásnál, vagy felújításnál most már, vagy nagyobb felújításnál, most már megújuló energiaforrást is használunk. Ennek első példája lesz a Tóth Ilonka emlékház, amit reményeim szerint ez év októberében át tudunk adni. Ott is már megújuló energiaforrást is használ az önkormányzat. És ezt emelték ki, hogy mi tudatosan készülünk arra, hogy igen, minél kevesebb energiát használjunk, és ahogy fogalmaztunk, a ökológiai lábnyomunk minél kisebb legyen. Nagyon örülünk ennek a díjnak, nem túl sok önkormányzat részesült eddig ilyen díjban, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, hogy Tata meg Gödöllő után mi is megkaptuk ezt a díjat. Aztán ezen kívül megemlékeztünk a máleiki robotra, Sasalomról, illetve a kerületből elhurcolt áldozatokra. Még annak idén az MDF 90-ben egy emléktáblát a mostani Waldorf iskola oldalába helyezett ki, és minden évben a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a PUFOSZ közösen tartott megemlékezést, és idén is meg volt ez a megemlékezés. Idén nagyon sokan jöttek meglepő módon. Talán nem tudom miért, de talán a szervezés valamivel jobb volt. Illetve elkészült Robi bácsinak egy újabb könyve, ugye elkészült a Tabu című könyv, ami a kifejezetten a máleiki robotra elhurcolt emberekről szól. Ugye a máleiki robot, azoknak mondom, aki esetleg nem tudja, ugye arról szólt, hogy a szovjetek a háború után vagy alatt máleiki robotra egy kis munkára vitték el az embereket, azt mondták nekik, hogy egy-két nap el kell menni valamit ezt-azt csinálni, aztán az egy-két nap helyett egy-két hónap vagy egy-két év lett Szibériába, és nem is voltak fölkészülve, és hát nagyon-nagyon sokan, tehát a döntő többsége nem is tudott visszajönni, mert ott kint halt meg Szovjetunióban. És elég volt csupán annyi, hogy német nevű legyen valaki, és már is vitték. Voltak olyanok, akik teljesen tévedésből kerültek rá erre a listára, másrészt meg tévedésből álltak be a sorba. Lantos Tóni bácsi nekem azt mondta, hogy a Virneman Piroska néni, aki nem olyan rég meghalt, és ő máleiki robot túlélő, visszajött onnan. Igazából nem vitték volna el, de a barátnője ment, és mondta, hogy három napra akkor legalább együtt lesznek, beállt ő is a sorba, és így került ki három évre Szovjetunióba. Na hát rájuk emlékeztünk arra a 100,
néhány 168, ha jól emlékszem, áldozatra a titinesosomról vittek el, akik névvel is megvannak, mert persze van egy csomó olyan, aki névvel nincsen meg. Aztán ezen kívül ugye a Magyar Kultúra Napja van, és az Erzsébet-ligeti Színházban nagyon változatos program van, nem mondom el mindegyiket, menjenek el, nézzék meg, ugye ma még péntek van, szombaton is van program, úgyhogy menjenek, nézzék meg azokat az előadásokat, amit a Magyar Kultúra Napja alkalmából itt a kerületi önkormányzat, illetve leginkább a Korvin Művelődési Ház szervezett. Aztán ezen kívül egy örömteli hírünk van, hogy a Tóth Ilonka Emlékháznak elkészültek most már kiviteli tervei is. Az engedélyes tervekkel utolsó simításokat végzik, most már minden szakhatóság hozzájárult, úgyhogy reményesetőleg rövid időn belül megkapjuk, és akkor indul a közbeszerzési eljárás. Nagyon remélem, hogy lesz megfelelő számú ajánlattevő, és jó ajánlatokat fogunk kapni erre, mert az a célunk, hogy október 23-ára ünnepélyes keretek között át tudjuk adni majd ezt a emlékházat Árpádföldön. Gondolom eddig teljesen rendben halad a ütemezés. Igen, a ütem szerint haladunk, tehát nincsen csúszás jelenleg, és azért kis tartalékidőt számoltunk magunknak. Reményeim szerint nem lesz szükség a tartalékidőre, és akkor így megoldódik a dolog. Kultúra napján kívül még esetleg valami más program a hétvégén? Van, igen, de bár az csak egy zárt körű rendezvény, ez a Fidesz mindenkori disznóvágása, de azért beszámolok róla, azért mert néha ott szoktunk találkozni, és ott szoktunk interjút adni, ez most szombaton lesz, és nem azt mondom, hogy első alkalommal, de most idén újra élőben is lehet a disznófeldolgozást látni, magát a vágást nem, mert ugye ezt a szabályok tiltják, de a disznónak a fél disznófeldolgozására lesz lehetőség, úgyhogy Fidesz tagok remélhetőleg gyerekekkel együtt jönnek, hogy végre lássanak élőben disznóvágást azok, akik nem láttak ilyet. Remélhetőleg csak a disznónak fog megfagyni a vér az erejében. Hideg lesz állítólag, de inkább jobb, hogyha hideg van, mint hogyha 20 fokba izzadnának az emberek a disznóföldolgozás közben. Csak süssön a nap, az a lényeg. Remélhetőleg így lesz. Akkor nagyon jó szórakozást kívánunk minden ott lévőnek, és nagyon szép hétvégét. Köszönöm szépen.